Nagykálló Szabolcsatnád Bereg megye kisvárosa, több mint 9000-en élnek a településen. A város demográfiai összetétele folyamatosan változik, de az utóbbi években azt tapasztalják, sokan nem vállalják a napi ingázást és odaköltöznek, ahol munkát találnak. Ez nem jó a kisvárosnak, ezért a közlekedési feltételeit tovább szeretné javítani. Most megteheti, hiszen egy uniós programba bekapcsolódott a város, a Rumobilba, amelyben felmérik, hogyan lehetne egy elővárosi közlekedés feltételeit megteremteni és korszerűsíteni a tömegközlekedési szolgáltatást. Azt gondoljuk például, hogy ilyen telefonos applikációkkal lehetne segíteni azt, hogy amikor a járat sűrűség megengedi, akkor kisebb, akár kisebb buszokkal, de még sűrűbb járatokkal jelezni azt a használójának, hogy éppen mikor megy a busz, vagy mikor vannak kevesebben rajta, tehát mondjuk egy fél órás különbséggel indulnának sűrűbben, akkor ki lehetne azt számolni, hogy mikor a legcélszerűbb elindulni a Nagykállóinak, vagy éppen visszafele. Az Interreg pályázathoz a megyei önkormányzat a közlekedés jobb összekapcsolása érdekében csatlakozott, hiszen a közszolgáltatóknak, a tömegközlekedési vállalatoknak a rendszereiket fejleszteni kell és igazodniuk kell a lakossági igényekhez. Nyíregyháza környékén abszolút nő a lakosságszám, és úgymond az agglomerációkban is egyre többen járnak be a városba dolgozni, tehát rengeteg a munkahely Nyíregyháza környékén, és ez természetesen eredményezi mindenképpen azt, hogy a tömegközlekedésbe is változásokat kell előidézni, és ott is megnőnek úgymond a részvételi adatok a járműveken, tehát ezt mindenképpen mérni kell, és mindenképpen olyan javaslatokkal kell élni, és olyan fejlesztéseket kell megcélozni, amellyel ez gyorsítható, javítható és kényelmesebbé tehető a résztvevők számára. Az uniós finanszírozású transznacionális együttműködési program vezető partnere a Szász Anhalti Fejlesztési Közlekedési Minisztérium. Németország mellett a lengyelek, csehek, szlovákok, horvátok és Olaszország is partner. A több országból álló területek közösen keresnek megoldást a térségeket érintő közlekedési, mobilitási problémákra. We have meetings on different places in Europe. Tanulmányutakat szervezünk. Az első a programban jövő márciusában Horvátországban lesz, majd nálunk Németországban, Wittenbergben. A program lényege az, hogy feltérképezzük, hogyan működik egész Közép-Európában a tömegközlekedés, hogyan lehet fejleszteni és milyen összefüggésben van a tömegközlekedés szolgáltatási színvonala, jellemzői, az egyes régiókban tapasztalható demográfiai változásokkal, elvándorlással. A tapasztalatokat, javaslatokat összegyűjtjük, és az országok beépíthetik saját közlekedés politikájukba. A beérkezett majdnem 300 projektből az Unió 35-öt részesít támogatásban, összesen 70,5 millió euró értékben.